Két nappal ezelőtt beszélgettem egy tanítványommal a telefonon, és mondta, hogy ebben a zavaros időszakban jó lenne, ha beszélnék egy kicsit arról, hogy hogyan lehet az ellentétes információk ütköző pontján valamiképpen a stabilitást megőrizni. Hogyan tudunk önmagunk maradni? És ennek nyitott voltam erre, és azt gondolom, hogy ennek a mai előadásnak semmiképp sem az a célja, hogy bárkit meggyőzzek bármiről, hanem inkább az, hogy erősítsem azokat, akik azonos értékrendet vallanak, és fontosnak tartják az önismeretet, ahogyan én is. Különböző kommunikációs csatornák ütköző pontján élünk, nem csak a háború, hanem a választások miatt is. Hallottam, hogy ilyen üzeneteket, hogy győzzél meg egy embert, vagy hozzál magaddal a szavazásra. Lehetséges meggyőzni valakit bármiről? Én nem hiszek ebben. Én abban hiszek, hogy csak azzal lehet találkozni, akinek nyitott, élő, egzisztenciális egyensúlya van. De az emberek többsége az olyan zárt fiókokkal rendelkezik, amik egy beszélgetésben kinyílnak és azonnal vitává alakulnak át. Ezek a fiókok, ezek a dobozok a háttérben, amik elsősorban gyerekkorban alakulnak ki, aztán később meggyőződésé merevednek, ezek nagy mértékben meghatározzák a találkozás lehetőségét. És a dobozoknak nem a megváltoztatása lenne a cél, hanem a dobozok és a fiókoknak a kiürítése. De ez csak akkor működik, hogyha valaki nem kívülről befelé halad, hanem belülről kifelé. Vagyis nem annak alapján határozza meg önmagát, amit mondanak neki, amit elvárnak tőle, ahogyan kommunikálnak felé, hanem annak alapján, amit érez, ami benne megjelenik, mint élmény, és ebből a meghatározó egzisztenciális mélységből képes nyitottan és hitelesen viszonyulni a másikhoz. Hogyha valaki kiüríti a fiókjait, a dobozait, a meggyőződéseit, és nyitottan áll a világba, akkor vele bármi megtörténhet, és tud találkozni a másik emberrel. De a legtöbb ember, és ez a tragédia, úgy látom, nincs tisztában azzal, hogy ezek a fiókok, amiket feltöltöttek szülei, jóakarói, tanárai, edzői. Ezek tele vannak olyan fajta hitekkel és meggyőződésekkel, amik nagyon nehezen lebonthatók és automatikusan nyílnak meg egy találkozás pillanatában. Ezért nagyon sokszor nem is két ember találkozik, hanem két embernek a szülei láthatatlan párbeszédet folytatnak egymással. Mégis hogyan lehetséges kitörni ezekből a dobozokból? Hogyan lehet kiüríteni ezeket a dobozokat? Azt gondolom, hogy az egyetlen mód, hogy le kell menni a létezésünknek a mélyére. Valamiképpen az önismeret mélyfúrása által úgy kell önmagunkká válnunk, hogy szabadok lehessünk, és nyitottak arra, ami ér minket és ami történik velünk, hogy arra szabadon, nyitottan, spontán tudjunk reagálni. Ne a fiókokban lévő információ irányítson minket, hanem a bennünk megjelenő érzés, tapasztalat és intuíció vezessen minket. Ehhez szükséges egy mélyfúrás, vagy másképpen egyfajta önismereti út,
ami elsősorban nem pusztán beszélgetésből áll, hanem talán egy olyan önmagamra tekintett állapotból, amiben minden megkérdőjeleződhet, és minden lehetségessé válik. Múlt héten találkoztam valakivel, megengedte, hogy elmondjam a történetét. Külföldről jött haza, és kért egy konzultációt. Elkezdtünk beszélgetni, és 15 percen keresztül beszélt a volt férjéről, hogy milyen szörnyű kapcsolatban volt vele, mennyire megalázta őt, mennyire kihasználta, és milyen sok sérülést, szenvedést okozott neki. 15 perc után megkérdeztem tőle, de most valójában miért jött? Rám nézett csodálkozva, hát igen, ez egy jó kérdés. Hát mihez kezdjek magammal? Hát fogalmam sincs, mondtam, hogyan tudnám mindazt megmondani. Egyben tudnék segíteni, hogy segítsek önmagára nézni úgy, hogy megmondjam, hogy orientáljam abban, hogy milyen működési alapminták irányítják az életét. Az nagyon jó mondja, nyitott vagyok rá. Mondom, én úgy látom, hogy az alap minta, ami irányítja önt, az alárendeltség mintája, minden helyzetben egy szubmisszív, önalárendelt jelenlét, amiben előbb vagy utóbb létrejön az elnyomás. Igaza van, mondta. De mondom, ez nem csak a férjével való kapcsolatára lehet igaz, hanem valószínűleg áthatja az életének a minden helyzetét és találkozását. Igaza van, mondja. A legutóbbi párkapcsolatomban is az történt, hogy a párom mélyen megalázott, és elmondta, hogy én csak arra kellettem neki, miután megcsalt valakivel. És mondom, hol tanulta, vagy kitől hozza ezt a mintát, ezt a fiókot, vagy dobozt? Hát, az anyámtól. Végig gyerekkoromban soha nem voltam neki elég jó, soha nem tudtam megfelelni neki, és a mai napig, ha beszélünk, mindig kritizál, mindig megaláz. Értem. És nem kéne ezt a találkozást, vagy ezt a kapcsolatot megváltoztatni, esetleg befejezni. Attól tartottam, hogy ezt fogja mondani. Tehát az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy a működését milyen háttér tényezők befolyásolják, amik megváltoztatják a látásmódját, az észlelését. És ezért nagyon sok ember nem azt látja, ami a valóság, hanem azt látja, amit látni akar, és azt hallja, amit meg akar hallani. Ezért az embereket nagyon könnyű kommunikációs csatornákon keresztül befolyásolni. Mondhatnám azt is, hogy manipulálni. Mert az emberek felveszik azokat az információkat, amire nyitottak. Felerősítünk bennük például a biztonság igény, hogyha elsősorban a biztonságra vágynak. Fel lehet erősíteni emberekben a kizárólagosságot, hogyha nincs hitük és bizalmuk másokban. Hogyha valaki a szülői tekintélyt keresi, egy politikus nagyon könnyen el tudja játszani ezt a szerepet. Tehát a lényeg az, hogy azt látom és azt hallom nagyon sokszor, és ennek nem vagyok tudatában, amit látni és hallani szeretnék, vagy amit a fiókjaim megengednek számomra, hogy lássak és halljak. Ezért a legfontosabb lenne a saját fiókjainknak a kiürítése, a megtisztítása, nem a lecserélése, hanem a kiürítése, hogy szabadon azt lássuk és halljuk meg a világban, ami ér minket, ami történik velünk.
Ez egy nagyon komoly mélyfúrás, önismereti munka. De azért éri meg, mert ha valaki képessé válik arra a szabadságra, hogy szemben beleálljon nyitottan a szélbe, és történhessek veled dolgok, azzal az emberrel meggyőződésem, hogy jó dolgok történnek. Mert a hite az összekapcsolja őt azzal a valósággal, ami alapvetően az élet, és ez mindig jó. Aki félelemmel, szorongással és folyamatos kitéréssel, bujkálással közelít az élet eseményei felé, az szerintem nagyon sok mindent magára húz úgy, hogy nincs is tisztában vele, és nagyon sok csalódást fogja érni. Tapasztalatom az, hogy aki valamiképpen tud bízni abban a folyamatban, amiben részt vesz, az szabaddá válhat arra is, hogy azt a folyamatot, ha kell, megszakítsa. De nem úgy áll hozzá, hogy eleve valami rossz fog velem történni. Tehát, hogy képes nyitottan bízni a másik emberben akkor is, ha sokat csalódott, képes nyitottan hozzáállni egy problémához, akkor is, ha fél tőle, mert ott van benne az a alapvető hit, hogy a létezés jó, minden értem van, és képes vagyok az életemet nem kontrollálva, hanem inkább átadva a transzcendens irányításnak jobb emberré válni, érzékenyen és fejlődni. Ez a fejlődés dolog, ez egy elég nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy a nyitottság az nem azt jelenti, hogy mindig mindennel együttműködöm, és mindig mindenre kész vagyok, hanem a nyitottság azt jelenti, hogy nem döntöm el a találkozás előtt, ami történhet velem, nem próbálom levédeni magam mindennel szemben, ami egy kicsit is bizonytalan, hanem olyan nyitottságot hozok létre az önismeret révén önmagamban, ami lehetővé teszi számomra, hogy azzal találkozom, és azzal találkozzam, ami előre viszi az életem. Ha valaki a gyerekkori mintái vagy sérülései révén csak egy bizonyos típusú párt tud elképzelni magának, olyan személyt, akivel együtt tud működni, akkor csak azzal a személlyel fog tudni találkozni. Észre sem veszi, ha valaki más van a közelében, mert teljesen lefoglalja őt az a minta, vagy az a félelem csomag, amelyik ott él hátul a dobozaiban. Volt egy ügyfelem, akivel egy nagyvállalatban dolgoztam együtt, és nagyon jó együttműködésben voltunk, aztán úgy hozta az élet, hogy megszűnt a munkahelye egy tulajdonos váltás kapcsán, parkolópályára került, de tartottam vele továbbra is a kapcsolatot. Megpróbáltam neki segíteni, lelkesíteni, bár egy nehéz helyzetbe került, és aztán úgy hozta az élet, hogy egy nagy nemzetközi cég assessment centere alapján kiválasztották őt egyes számú vezetőnek. Egy óriási lehetőség. Én bíztam és hittem benne, hogy amin átment, amit együtt képviseltünk, az erőssé teszi őt arra, hogy valódi lelkesítő, karizmatikus emberként beleállva ebbe az képes legyen majd valami egészen újat és nagyszerűt alkotni, visszaadva az embereknek
az együttműködésbe vetett hitét, hogy egy munkahely sokkal több annál, mint sem, hogy pénzt keresünk. Egy kiterjesztett menedzsment tréninggel indítottuk az együttműködésünket, ahol élő aktuális problémákat dolgoztunk fel, ami mindig egyfajta diagnózis is a szervezetről, és sokkal tisztább és egyértelműbb diagnózis, mint hogyha kérdőívvel, interjúval, tesztekkel diagnosztizálnánk a szervezetet, mert egyetlen élő aktuális súlyos problémának a feldolgozásában szinte minden megjelenik, ami alapvetően meghatározza a céget. Mindegy, hogy ez egy sales probléma, együttműködési probléma, vagy irányítási, vagy rendszer irányítási dolog. És kiderült, hogy a cég szenved a hierarchikus viszonyoktól, a felső vezetők egy bizonyos része nem érték, hanem érdek orientált, és ez nagyon lelassítja a döntéseket, nagyon bizonytalanná teszi az elköteleződést, és a középvezetők azok nagyon várnának egy hatékony megújulást, ahol sokkal intenzívebb együttműködés alakulhatna ki a különböző divíziók, rendszerek között. Az elszántság is megvolt bennük, és az egyes számú emberrel elhatároztuk, hogy ennek a változásnak az élére állunk. A folytatás azonban másképp sikerült. Ezek az érdek hatalmi viszonyok felerősödtek, ő pedig visszalépett. Én mondhattam volna azt, hogy de hát ez egy jó szakmai kapcsolódás, szakmai munkát végzek. Úgyhogy fenntartom a helyzetet, viszont valahogy azt éreztem, hogy méltatlan lenne. És megkerestem, elmondtam neki, hogy nagyon sok ember csalódik benne, amikor nem áll a változási folyamatoknak az élére. Visszaél a helyzetével, a biztonságot választja, és én ebben nem tudok részt venni. Ő igazat adott, csodálkozott, és a kapcsolatunk befejeződött. Egyszerűen nem volt képes megnyitni magát arra a lehetőségre, amire egyébként várt, mert legyőzte őt a biztonság igénye, és a félelem az érdekzónák ütközésében. Vajon nekünk mi a dolgunk, amikor egy ilyen helyzetbe kerülünk? Az a dolgunk, hogy bezáruljunk a szakmai identitásunkba, és azt mondjuk, én csak kizárólag szakmai munkát végzek. Nem tehetek arról, hogy ő nem a maximumot hozza ki a helyzetekből. Maradok, támogatom őt, együttműködök vele, ameddig csak lehetséges, mert értéket hozok létre. Vagy az a dolgunk, hogy a maximális értékrendet, amiben hiszünk, képviseljük, és felvállaljuk bizonyos veszteségeket. Ez két alapállás. Az egyik, azt gondolom, hogy az üres dobozról szól, az üres fiókról, a másik pedig a túlélésről. És hogyha valaki azt gondolja, hogy valami miatt érdemes túlélni bármit is, és nem azt választja, amit belülről igaznak érez, akkor feladja önmagát, és valahogy a sorsát, az életét, az élet energiáit csorbítja. Én erről beszéltem, hogy hiszek abban, hogy az élet alapvetően jó. Tovább szeretne minket vinni a fejlődés útján. De ehhez nekünk nem szabad lecövekelnünk egy bizonyos szintű fióknál, biztonsági igénynél, hanem egy kicsit mindig tágítanunk kell a nézőpontunkat, a látószögünket, hogy tovább tudjon minket segíteni az élet. Lehet, hogy egy ütköző pont azért jó, mert valami újat tapasztalok meg magamból, és hogyha belemegyek,
a helyzet egy magasabb szinten folytatódik. De az is lehetséges, hogy az ütközőponton valamiről le kell mondanom, és ez is rendben van. Ez az a nyitottság, ami azt gondolom, hogy az életünket szabaddá tudja tenni. Ha a biztonsági játékosok maradunk, akkor még az is lehetséges, hogy szakmailag korrektek leszünk, de az élet fejlődését nem szolgáljuk. És az üres fiók, az azt jelenti, hogy minden esetben azt szeretném felismerni, meglátni és képviselni, ami a maximális lehetőség egy helyzetben. Még akkor is el kell mennünk a falig, hogyha ez a fal, ez túl nehéznek bizonyul, vagy ez a fal egy kicsit sérülést vagy horzsolást okoz nekünk. Azt gondolom, hogy a mai időben, ebben a nehéz időszakban a kommunikációs csatornák és információk megosztásának az ütköző pontján nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell meghatároznunk magunkat. És mindig azt kell figyelnünk, hogy mi hogyan hat ránk, mit vált ki belőlünk. Adjunk annak utat, ami a tiszta érzékelésünk és az érzésünk. Tehát ha ezt nem tesszük meg, akkor egy életen át rabjai és fogjai maradhatunk azoknak a meggyőződéseknek és fiókba töltött információknak, amik már porosak, nem szolgálják az utunkon a továbblépést, hanem inkább a visszatartásról és a helyben maradásról szólnak. Még felütlött bennem még egy történet, kicsit bizonytalan vagyok, megosszam-e, segíti a megértést, vagy nem. Lehet, hogy ennyi elég is volt. Nem tudom, mekkora a befogadási kapacitásotok. Mondjak még valamit, vagy elég volt egy információ. Talán érthető volt, amiről beszélni akartam. És talán akkor elmondok még egy történetet. Amikor a volt cégemnél az utolsó coachképzésben részt vettem, akkor volt egy nagyon érdekes találkozásom. Azt is mondhatnám, hogy megrendítő találkozásom. Nem csinálok már coachképzést. És tudjátok miért nem? Mert azt gondolom, hogy másra van szükség. Nem arra, hogy coachokat képezzünk ki, hanem arra van szükség, hogy az életünk, a létezésünknek az egzisztenciális mélységét átélve azzá váljunk, akik lehetünk, és ez lehet bármi. Szóval ebben az utolsó képzésben csak egy blokkot vállaltam, egy egynapos önismeretet, és ebéd közben néhány résztvevővel ültünk egy asztalnál, beszélgettünk, és volt ott egy fiú, aki nagyon furcsán viselkedett számomra. De egyébként intelligens volt, udvarias. De mégis, mintha azt éreztem volna, hogy valami nincs rendben az életével. Valami őt nagyon visszafogja, vagy bizonytalanná teszi. És azt is érzékeltem, hogy mintha így méricskélne, vagy tesztelne engem, hogy veszélyes vagyok-e számára, vagy nem. Valami ilyesmi érzés volt bennem.
egy vidéki cégnél volt HR vezető, és megkérdeztem, hogy egyébként mivel foglalkozott előtte. Katolikus pap voltam, és teológiai tanár, mondja. Értem. És mi történt, kérdezem. Hát korrektül lezártam az egész helyzetet, kiléptem, és utána elhelyezkedtem, mint HR vezető ennél a cégnél. Értem, mondom, és mit jelent az, hogy korrektül lezártad és kilépte? Megtartottam az óráimat, lezártam a szemesztert, összepakoltam a cuccaimat, kocsiba ültem, és mentem kifelé a szemináriumból, amikor összetalálkoztam egy kollégával, megkérdezte, hogy hová megy, és mondtam, hogy számomra befejeződött ez a tanári és papi működés, egy más életet kezdek el. Értem, mondom. És valószínűleg várt valaki az ajtótól, ugye? Igen, igen. És ezt te korrektnek gondolod? Hát ő miért, mondja ő? Mert mondom, számomra ez olyan volt, mint egyfajta kimenekülés egy helyzetből lezáratlanul. Mondhatnám azt is erőteljesebben, hogy elsúnyogás, ami szerintem azóta is meghatározza a működésed. És akkor nézett rám, és mondja, hogy lehet, hogy van ebben valami. Mondom, nézd, itt van a délután. Szerintem ezt le is zárhatnánk. Ha behozod ezt a témát, feldolgozzuk, és a helyére tudjuk tenni, és befejeződhet ez a menekülés az életedben. Jó, mondta. Visszamentünk a terembe, és feltettem a kérdést, kinek van olyan témája, amit szeretne még dolgozni, van egy fél napunk. Többen jelentkeztek, ő nem. Néztem rá. Mondom, oké, de kinek van még? Lehajtotta a fejét, nem szólt semmit. Én elkezdtem dolgozni egy másik témán, egy önismereti vagy szakmai helyzetem. Lezárult a nap. A nap végén mondtam, hogy akkor értékeljük közösen a mai napot, és zárjuk le az együttműködésünket. Megköszöntem a részvételüket. Elkezdődött a záró kör, az értékelés a folyamatnak. Amikor megszólalt ez az illető fiú, és mondja, hogy de nekem volna egy témám. De hát mondom, már erre nincs idő. Éppen a zárásban vagyunk. Korábban behozhattad volna. Erre megkérdezte egy másik hallgató, de mi lenne a témád, mégis mondd már el. Hát az volna a témám, hogy korábban katolikus pap voltam, és nem zártam le teljesen korrekt módon a helyzetet, hanem inkább kimenekültem belőle. Többen ránéztek, akkor most már értem a működésed. Akkor értem, hogy miért vagy ilyen ember. És a csoportot le kellett zárni. Nem volt idő. Sem a feldolgozásra, sem a helyretételre. Elhangoztak ezek, mondtam, hogy sajnálom, hogy nem tudunk belemenni. Erre meg lett volna a lehetőség, nem vállaltad fel, úgyhogy itt megállunk. Miért mondtam el? Azért gondolom fontosnak ezt a helyzetértékelést, vagy ezt a történetet, mert hogy addig visszük magunkkal a sérüléseinket, a fiókba helyezett információkat, amik meghatározzák a működésünket. Ameddig szemben tudunk nézni azzal, hogy mivé váltunk, mi az, ami befolyásol minket, mi az, ami nem zárult le korrektül az életünkben, mi az, ami nem lett a helyére téve, és csak akkor vagyunk képesek nyitottan
szabadon önmagunká válni. Hogyha mindezeket a meghatározó dolgokat le tudtuk tenni, fel tudtuk dolgozni, és le tudtuk tenni. De ameddig nem, addig az életünk minden szegmensében, minden pillanatában az határoz meg minket, akik voltunk. És nem az, akik lehetünk, hanem az, amit hurcolunk a belső zsebünkben, mélyen elrejtve egy fiókban az életünkben. Tehát ahhoz, hogy szabaddá váljon valaki, ahhoz le kell tennie azokat a sebeket, sérüléseket, rossz berögződéseket, meghatározó információkat, amiket feltöltöttek, vagy amik őt érték, ahhoz, hogy valójában tényleg szabaddá tudjon válni. Tehát a szabadság az nem annak a kérdése, hogy bármit megtehetek, hanem a szabadság annak a kérdése, hogy szabadon válhatok azzá, ami egy helyzetben kibontakozik, szabadon döntve arról, hogy együttműködöm, vagy nem működöm együtt, igen mondok, vagy nemet mondok. Ez a szabadság. De az az ember, aki menekül önmaga elől folyamatosan, és bezárkozik egy vélt biztonságba, az nem lehet szabad. Mert őt meghatározzák a múltjának azok a rejtett szálai, amik hozzákötik helyzetekhez, nézőpontokhoz, sebekhez. Tehát a kommunikáció sokat jelent, sok mindent elárul, de nem minden. Az attitűd, amivel rendelkezem, ahogyan jelen vagyok az életemben, amit képviselek, az a valóság. És amikor találkozom valakivel, és meg akar győzni bármiről, akkor nem azt nézem pusztán, amit mond, hanem arra figyelek oda, ami mögötte van. Mert rendelkezem a saját életemben egy olyan átvilágítottsággal, hogy képes vagyok felismerni a másikból áradó, kisugárzó, rejtett üzeneteket, jelenlétből adódó attitűdöt, az ő létezéséből előjövő szűrt fényt, azt, hogy milyen ember ő, hogy tiszta, odaadó, a valóság felé nyitott ember, vagy pedig a múltja által terhelt ember, aki nem nézett még szembe az élete alapvető kérdésével. Mindezt azért mondtam el, hogy erősítsem azokat, akik ezen az úton járnak, és hisznek abban, hogy a fejlődés az életünk fontos része, de csak annak nyitott és adatik meg, aki le tudott már tenni bizonyos terheket, meghatározó helyzeteket az életében, és szabaddá vált afelé, hogy történhessenek vele valódi dolgok. Mert a valóság az sokkal izgalmasabb, mint a múlt, de ahhoz jelen kell tudnunk lenni az életünkben. És ennek a legfontosabb útja az érzékenységünk helyreállítása, a nyitottság, ami vezet minket egy helyzetben, egy életszituációban, hogy tényleg arra tudjunk igent mondani, ami fontos, és ne arra, amiről meg akarnak minket győzni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sajnálom ezt a technikai malőrt. Valami lehet a laptopomban, hogy nem tudom használni élő adásnál, úgyhogy le fogom cserélni. Nem tudom, van-e valakinek kérdése, de talán, ha feltűnik egy kérdés, még megpróbálok rá válaszolni.
Látom, lehet hallani, hogy egy kicsit meg vagyok fázva, igen. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem találkozom rövidesen, és még annyit szeretnék mondani, hogy rövidesen betelik ez a 140 fős nagy csoport, ami május elején egy háromnapos együttlét lesz, önismeret, beszélgetés, borozás, laza együttlét és komoly önismereti munka keveréke. És akinek van kedve, azokkal ott személyesen tudunk találkozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Minden jót. Sziasztok!